Köszöntöm nézőinket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának május 20-ai adását látják. Kortya Vilmos vagyok. Nézzük híreinket egy-egy mondatban. Diákok, idén megtartották a hagyományos helytörténeti vetélkedőt. Könyvtár, május 23 és 27 között gyermekhetet tartanak a könyvtárban. Hősök ligete, május 29-én lesz a felújítás alatt álló Hősök ligetének átadása. Zöld percek. Az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésében is segít a hulladékkommandó. Állatbarátok. A tavasz időszakra ad hasznos tanácsokat az állatorvos. Múlt idéző. Bemutatjuk, hogyan zajlott az elmúlt két évtizedben a Káposztafest. Lótifuti. Ismét megrendezték Vecsésen a Lótifutit. Vecsésváros önkormányzata két ötletpályázatot hirdetett, javaslatokat vár, egyrészt az újonnan épülő tanúszoda, másrészt az új kézilabda munkacsarnok elnevezésére. A pályázaton bárki részt vehet. A névre vonatkozó ötleteket június 30-áig várják levélben vagy e-mailben a polgármesteri hivatalnak címezve. Részletes információk az ötletpályázatokról a vecses.hu oldalon olvashatók. Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy a polgármesteri hivatal rehabilitációs ügyfélszolgálatán május 16-tól 27-ig, valamint június 3-tól június 20-ig szünetel az ügyfélfogadás. A szüneteltetés ideje alatt az ügyintézés telefonon nem elérhető, az e-mailes megkeresésekre korlátozottan tudnak válaszolni. Részletes tájékoztatás a vecses.hu oldalon olvasható. Helytörténeti vetélkedőt tartottak május 13-án a Róder Imre Városi Könyvtárban. A honismereti kör által szervezett megmérettetésen mind a négy vecsési iskola képviseltette magát. A vetélkedőt végül az Andrássy Gyula általános iskola csapata nyerte meg. Másodikok lettek a Petőfi iskola diákjai, a harmadik helyen a Grassalkovics iskola csapata végzett, a negyedik a Halmitelepi általános iskola tagjai lettek. Négy csapat méri össze tudását, a négy iskola, a Halmi, a Grassalkovics, az Andrássy és a Petőfi. És hát miről kell számot adni? Hát meg volt nekik előreadva az anyag, hogy miből készüljenek, és most visszakérdezzük őket. Próbáljuk játékosan, hogy ne legyen annyira feszült az egész, és ne legyen olyan nagyon merev. Szerintem eddig sikerült. Most a hatodik feladatnál tartanak éppen a gyerekek. Milyen felkészülési anyagot adtak nekik? Milyen témakörökben? Volt hagyományos felkészülés, hogy könyvből készüljenek fel. Tehát van egy Vecsés a 21. században könyv, abból kellett készülni, Virtévi néninek a receptes könyvéből kellett készülni, a kis tájházas füzetből, illetve mellette digitális anyagot kaptak, a könyvtár helytörténeti gyűjteményének a képeslapjai, most éppen ez a feladat zajlik, illetve a tájház tárgyainak a digitalizált, tehát fel vannak az interneten a tárgyak, ebből kellett készülni a gyerekeknek. Milyen típusú kérdések vannak? Minden 8 feladat különbözik, tehát nincs két egyforma feladat, volt igaz-hamis, van szövegkiegészítős, most képpárosítós éppen, totó, illetve van egy kézműves feladat is, amire nem is lehet készülni, mert azt már most fogják megtudni, hogy egyáltalán mit fognak elkészíteni és hogy hogyan. Minden feladattípus más. Van igaz-hamis, van totó, volt párosítós, szöveg, lesz majd egy szövegkiegészítős, most éppen egy képpárosítós feladatuk van, illetve kisfilmet is kellett készíteniük, ez egy előzetes feladat volt, 3 perc Bálint Ágnessel kapcsolatos, vagy az életét kellett feldolgozni, vagy pedig egy reklám Bálint Ágnesről. Mondjuk néhány konkrétumot is. Jó. A totó az Vecsés történetével kapcsolatos. Tehát ott 13+1 kérdés van feltéve Vecsés történetéről, kitelepítésről, az újratelepítésről, sváb hagyományokról, Andrássyról, Halmiról, tehát Vecsés különböző részeiről. Akkor a tárgyfelismerős feladatban a tájháznak a tárgyai felvillantak, a gyerekeknek pedig egy lapra le kellett írni, hogy mit látnak. Az igaz-hamisos feladatban a receptek, ott a Juci olvasta fel a különböző állításokat a receptekkel kapcsolatban, el kellett dönteniük, hogy igaz-hamis, mellette viszont ez kicsit bonyolult feladat. Licitálniuk kellett, elvesztették, megnyerték, tehát ez volt szerintem az egyik legjobb feladat, nagyon jó hangulatba telt. Aztán van képpárosítós, hogy összepárosítod Vecsés különböző épületeit, de mindig valami fogalomra fel kellett fűznöd. Mit tudom én, oktatási intézmények, vagy templomok, vagy szórakozás, tehát valahogy így. És ezek jó. Ja, Bálint Ágnes. Bálint Ágnesnek a kalendáriumban jelentek meg cikkei a 90-es években, és van olyan szövegkiegészítős feladat, hogy a cikkekre konkrétan rákérdez, és akkor ott ki kell egészíteni a dolgokat. Ez rengeteg feladat, mennyi idő volt rá, hogy kitöltsék, illetve hát még most is folyamatban van, illetve kik segítették önt ezeknek az összeállításában? Ez körülbelül egy foci meccs, 2x45 perc, tehát az első 45 perc volt 4 feladat, a második 45 perc 4 feladat,
a szünetben pedig a gyerekek ettek itt, akire megnéztük a 4 kisfilmet. Óriási volt itt most az összefogás, 9-en vagyunk, mind a 9-en vállaltunk feladatot, és így raktuk össze, és így állt össze a 8 feladat. Tehát ugye 9 ember, 8 feladat szépen összeállított. Mindenki kapott egyet, de egymásnak is segítettünk, és akkor így állt össze. A gyerekek meg gyorsak, meg képbe vannak. Ön is gyorsak lesznek majd az eredményhirdetésnél, illetve a feladatok jellemzésénél? Ezt még a Magolla cégtől tanultuk, az előző honismereti körösöktől, hogy mindig közbejavítottak, mi is közbejavítunk, tehát már most tudjuk, hogy mennyi az eredmény. Ahogy vége van, egyből megvan szinte az eredmény is. Itt vagyunk a Róder Imre Városi Könyvtárban, és éppen zajlik a helytörténeti vetélkedő, ami többféle szempontból is érinti önt. Egyrészt a lányai is megméretik magukat, másrészt azért ennek az egésznek a kialakulásához is van némi családi köze. Hát igen, több szálon érintettek vagyunk. Valóban a honismereti kör kezdte ennek a szervezését, a helytörténeti vetélkedő címszóval. És egyébként én is voltam felkészítő tanár annak idején, amikor a Petőfi iskolában tanítottam. Sokszor hoztam gyerekeket én is a helytörténeti versenyre. Ez mindig jó hangulatú verseny volt, és utána nagyon jó hangulatú kirándulással koronáztuk meg ezt az egész rendezvényt, hogy ne csak tanuljanak a gyerekek, hanem örüljenek is, ne csak eredményes legyen, hanem tanulságos is, mert sokszor történelmi helyszíneket is meglátogattunk. De valóban édesapám még kezdték annak idején honismereti körrel ennek a szervezését, egyébként még régen brigádvetélkedők címen, még a régi művelődési házban, József Attila művelődési házban, és aztán onnan fejlődött ez tovább a 90-es évek, sőt a 2000-es években, hogy az iskolák is, és az iskola csapatai, külön a 4 iskola csapatai összemérték a tudásukat. És hát valóban jó magam is fontosnak tartom, mint a város vezetője, hogy a gyerekek minél többet tudjanak a szűkebb pátriájukról. A történelem az élet tanítómestere, mint ezt sokan tudjuk, mint az ókorban ezt Cicero volt szíves ránk hagyományozni, és ezt a szállóigét azóta is híven őrizhetjük. Valóban a történelemből sok mindent lehet tanulni, bár azért őszintén szólva, hogyha magunkban nézünk, így a mi emberiség, akkor általában ez nem sikerül. De a történészeket sosem adják fel, de leszűkítve az itteni kérdésre a dolgokat, nagyon fontos, hogy a szűkebb pátriánk történetét, jeles személyiségeit, épületeit, emlékeit, az emlékműveket, a templomokat és mindent, ami körülvesz minket, annak az előzményeit, történelmét, történetét ismerjük és megtanuljuk. Azért fontos, hogy évről évre a kollégák felkészítsék, illetve 2 évente most már felkészítsék a gyerekeket, és azért vagyok hálás annak, hogy a honismereti kör ezt felkarolja és ezt megszervezi. Megújult egyébként maga a honismereti kör, évtizedeken keresztül egy baráti társaság vitte, a Dorokatiék vezetésével, Magóék vezetésével, Dobozék vezetésével, Szlahoné Szilágyi Margit segítségével, illetve mindenki, aki részt vett benne, az természetesen hát oda tette magát azért, hogy a honismereti kör feladatait teljesítse, és minél több helyi érdekességet tudjanak összegyűjteni. Most ők visszaléptek érthető módon, azt mondták, hogy elfáradtak, idősek már, és átadták a helyüket fiatalabbaknak, és az elnök most Kis Gábor történettanár az András iskolából, akinek a kezébe azt gondolom jó helyen van, hiszen a vezetés, hiszen ő amúgy is nagyon sokat foglalkozott és foglalkozik helytörténettel. Van most is egy nagyon kedves meglepetésünk, de ezt még nem akarom elmesélni, majd hogyha kész lesz és teljesen meg tudom mutatni, hogy miről is van szó, hogy meg tudjuk mutatni, na akkor majd előhozakodunk vele. De ő sokat ír és sokat kutat egyébként, és ez a legfontosabb, hogy eredeti forrásokat sikerül feltárni, és újdonságokat Vecsés történetével, Vecsés híres személyiségével kapcsolatosan. És hát tényleg én nagyon örülök, hogy a lányok, az én lányaim is itt vannak, és a többi gyerek, mert hát legalább ebben a 2 hétben, 3 hétben, amíg erre a versenyre készülnek, foglalkoznak azzal, ami körülveszi őket. Ez nem csak fontos dolog, hanem tanúságos dolog is, és az egész életre elkísérhet bennünket és mindannyiunkat. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, és remélem, hogy ez a hagyomány ez nem fog megszakadni, és még hosszú évtizedekig menni fog. Ez egy nagyon fontos és szükséges vetélkedő, és remélem, hogy nem úgy fogják fel a gyerekek, hogy ő nekik ez egy kényszer, hanem úgy, hogy örömmel eljönnek, és játékos vetélkedő formájában tanulnak is. Tehát nevetve tanulnak, illetve jókedvel tanulnak, és utána mindig a honismereti kör az önkormányzat segítségével azért el szokta vinni a gyerekeket egy kirándulásra, de remélem, hogy az is jó hangulatú lesz majd. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a hagyományt, amelyet részben az édesapám is elkezdett, ezt folytatjuk, és folytatják az utódok most is.
Ő nagyon sokféle aspektusból élheti meg ezt a helytörténeti vetélkedőt, illetve azt szerint is beszélt róla, egyrészt mint egy részben családi örökség, akár mint történelemtanár, mint politikus és Becsés polgármestere már jó ideje, és mint édesapa, aki látta a lányainak a felkészülését is. Ön is a történelmet írja, tehát mit gondol, hogy majd hány év múlva lesz kérdés az, amit most csinál? Hát ez egy olyan kérdés, amit én nem tudok megválaszolni, ezt majd eldönti az utókor. Tehát azt gondolom, hogy felettünk és mindannyiunk felett az utókor fog ítélkezni, vagy ítéletet mondani, vagy egyáltalán megemlíti, vagy nem említi meg a tevékenységet, ez majd ki fog derülni. A Széchenyinek van egy ilyen mondás, hogy az idő megmutatja, mi igaz, és mi nem az. Bízunk benne, hogy az, amit mi így csinálunk Vecsésért, az jó és igaz. Május 23 és 27 között gyermekhetet tartanak a Róder Imre Városi Könyvtárban. A számos esemény mellett új szolgáltatásokat is bevezettek az intézményben. Továbbfejlesztették az online könyvigénylést a könyvtári tagok segítségére. Na még egyszer. Május 23 és 27 között gyermekhetet tartanak a Róder Imre Városi Könyvtárban. A számos esemény mellett új szolgáltatásokat is bevezettek az intézményben. Továbbfejlesztették az online könyvigénylést a könyvtári tagok segítségére. Ebben a hónapban is nagyon sok színvonalas programmal várjuk az érdeklődőket. Egy kiállításra szeretném fölhívni elsősorban a figyelmet. Ezt a Madarak és Fák napja alkalmából hirdettünk rajzversenyt iskolásoknak és óvodásoknak. Ez egy nagyon sikeres projekt volt, több mint 100 rajz érkezett be az ország egész területéről és Erdélyből is. A kiállítás egész hónapban megtekinthető lesz a könyvtárban. Amire még szeretném felhívni az irodalom kedvelőket, hogy május 20-án a hagyományokhoz híven a G. Ferenczi Hanna irodalmi kör újból megrendezi ezt az estet, amit szokásos módon májusban ünnepelnek, emlékezve G. Ferenczi Hanna születésnapjára. Itt a programban ez egy zenés verses est lesz, közreműködnek még a Harmónia énekegyüttes, Koncerton Harmónia énekegyüttes, Lenkefi István és Varsa Mátyás is. Megemlítenék még két olyan programot, ami szorosan nem a nagy közönségnek szól, de háromnapos workshop keretében vendégül látjuk a Pest megyei gyerekkönyvtárosokat is. Ez egy továbbképzés lesz, ami arról szól, hogy hogyan lehet a gyerekeket motiválni a könyvtár látogatásra, hogyan lehet például egy könyvtári óra játékos. Tehát a cél az, hogy minél több gyereket bevonzunk a könyvtárba. Május végén van gyermeknap, hogyan készülnek ez alkalomból? A gyereknap alkalmából egy egész hetes program, egész héten várjuk a gyerekeket. Május 23-án egy Big Builders program lesz, 10 órakor kezdődik. Ez egy építőjáték, ez a programra terveztek építő elemeket, amikből a gyerekek ilyen 3D-s elemeket építhetnek. És ez azért is jó, mert nagyon fejleszti a gyerekeknek a térbeli látását, tehát az alakzatokkal hogyan játszhatnak. A következő napon papír színház előadás lesz. Aki ezt nem tudná, ez arról szól, hogy egy ilyen fakeretbe lapokon jelenik meg a mese, az illusztráció, és ezt nagyon szeretik a gyerekek, mivel látják az illusztrációt, ugyanakkor hallják a mesélőnek, tehát a szöveget és az illusztrációt egyszerre élvezhetik a gyerekek. Aminek nagyon örülünk, hogy sikerült Bartos Erikát is meghívnunk egy író-olvasó találkozóra. Ez a gyerekeknek egy nagy kedvence. Itt sajnos rossz hírem is van, hogy itt ez már teltházas, tehát ide már nem tudunk több résztvevőt fogadni. És a mese hétnek a zárása pedig az egy kézműves foglalkozás lesz, és ezzel zárul a mesehete. Arról folyamatosan beszámol, hogy újabb és újabb kiadványokkal bővül a könyvtár, de úgy tudom, hogy más típusú fejlesztések is folyamatban vannak, illetve már el is indultak, amelyek megkönnyítik egy kicsit az olvasóknak a könyvhöz jutását.
Igen, hát most nagy vágyunk teljesült, hogy végre, tehát a könyvtárban a szikla integrált rendszert használjuk, és ezt a fejlesztők folyamatosan új funkciókkal bővítik. És most végre az önkormányzat biztosított, mert ez egy nagyobb összegbe kerül ez a fejlesztés, hogy most az online katalógusunk, ami az internetre elő és elérhető az olvasók számára, olyan funkciókkal bővült, hogy otthonról tudják meghosszabbítani a könyveiket. Előjegyezhetik és foglalhatják is, valamint beszerzésre, tehát gyarapításra is küldhetnek javaslatokat. És ahogy látjuk így, mert mi erről mind ilyen e-mail visszajelzést kapunk, hogy nagy örömünkre nagyon sokan használják a rendszert. Folyamatban van a Hősök ligetének felújítása. A beruházás során a teljes park megszépül. Az átadás május 29-én várható. A részleteket Frivirtné Halász Melinda alpolgármester ismerteti. Nagyon szépen az ütemtervnek megfelelően halad a kivitelezés. Megtörtént a nem kívánatos balesetveszélyes fák kivágása. A törzseket elszállítottuk részben felhasználásra, részben, ami már nem használható, az önkormányzat zöld hulladék lerakó telephelyére. A gajakat külön osztályozták a kivitelezők, ezek feldarálása is megtörtént, mert ezt hasznosítani fogjuk itt a helyszínen. Az elkészülő sövényágyások aljára lesz visszaterítve, és erre az összedarált gaj törmelékre fogunk majd egy díszkéreg felső borítást tenni, tehát ezzel is a gyomokat szeretnénk majd a későbbiekben könnyebben visszaszorítani. A burkolatépítések zajlanak jelenleg, ennek is most már a végé felé tartanak a kivitelezők, ugye díszburkolatot kap mind a három emlékmű, ami itt található a parkban, illetve készült egy új pihenőhely is, valamint a sétány, ami átvezet a parkon, ez is egy díszburkolatot, Barabás téglakő díszburkolatot kap. Jelenleg a öntözőrendszer csöveit fektetik, valamint az elektromos hálózatot építik ki, hiszen új kandelábereket helyezünk el a parkban. Az elektromos közszolgáltató már lekötötte az itt található régi fa villanyoszlopokról a közvilágítást, és ezek helyett új kandelábereket fogunk kihelyezni, valamint díszkivilágítást kap minden emlékmű is. A tervek szerint mikor adják át? A hivatalos átadó az május 29-én lesz 14 órától, amelyre ezúton is szeretnék mindenkit meghívni, akinek ideje és kedve engedi, vegyen részt ezen az átadó ünnepségen, de már előtte el fog készülni a park kivitelezése, várhatóan már annak a hétnek az elején birtokba tudják venni a lakosok. Most már tényleg csak az utcabútorok elhelyezése lesz hátra, a növények kiültetése, illetve a gyepesítés, a teljes parkban egy gyepvetést fog végezni a kivitelező. Milyen finanszírozásból valósul meg ez a felújítás? Teljes mértékben önkormányzati forrásból valósul meg a park kivitelezése. Számos új akciót szervez az elkövetkezendő időszakra Kispatak Természetvédő Egyesület és Hulladékkommandó. Azoknak a diákoknak pedig, akiknek még teljesíteniük kell az 50 óra közösségi szolgálatot, érdemes lesz figyelniük az elkövetkezendő percekben. A hulladékkommandó a földnapja alkalmából kiírt az iskolák az alsós tagozata számára egy rajzpályázatot, amire nagyon sok pályamű érkezett. Ennek az volt a módja, hogy fölraktuk Facebook oldalunkra, ahol lehetett lájkolni ezeket a képeket, és a legtöbb szavazatot kapott rajzok nagyon nívós ajándékokat fognak kapni. Ezeknek az ajándékoknak a beszerzése és megoldása, ez most van folyamatban, és igyekszünk még az évzáró előtt eljutatni az iskolákba, mert hogy a rajzokat az osztályokon belül az osztályfőnökök segítségével hajtották végre, vagy készültek el ezek a rajzok, és akik esetleg a Bálint Ágnes művelődési háznak a portáján, vagyis a recepcióján adták le, azokat persze természetesen a megadott címen és elérhetőségen fogjuk elérni. Ha ezeket nem fogjuk tudni az évzáróig átadni, akkor majd a Mesefesztiválon kint leszünk, kitelepülünk, és akkor ott várjuk szeretettel azokat, akiket nem tudunk majd elérni, és ott fogják megkapni a díjazást, és mindenki, aki
beküldött vagy eljuttatott hozzánk egy rajzot, bármelyik kategóriába, az meglepetést fog kapni a Mesefesztiválon. Úgyhogy nagyon készülünk, hogy ott is hirdessük a környezetvédelmet, és hogy motiváljuk a lakosságot, hogy mennyire fontos a természetvédelem és a környezetvédelem. Mennyire sikerült megmozgatni a fiatalokat ezzel kapcsolatban? Én úgy láttam, hogy nagyon sikerült. Volt olyan, hogy például nem érkezett be rajz, és akkor felkértek, hogy hagyj küldjék még be, mert hogy olyan lázba voltak, és felkérték ugye a közösségi oldalon az ismerettséget, hogy lájkoljanak. És úgy gondoltuk, hogy ugye ilyenkor nem biztos, hogy a legszebb, vagy a legnívósabb rajz kerül díjazásra, mert ugye itt az ismeretségi körök is számolnak a lájkok mennyiségébe, és ezért az egyesületünk külön díjjal kedveskedik a legszebb rajzoknak, úgyhogy ők is ezeknek a névsora, vagyis az egész lista, az megjelenik majd a Vecsési tájékoztatóban, és fönt van a Facebook oldalunkon, meg van hirdetve, hogy kik a nyertesek. Milyen akciókat szerveztek, vagy szerveznek mostanában? Kihelyeztünk még a tavasszal madárodukat, és azt tapasztaljuk, hogy vannak lakói. Aztán beregisztráltunk a Teszed akcióra, amiben részt vett a falusi iskola, és részt vett a halmi iskola. Most az iskoláknak nagyon-nagyon sok a tematikus műsoruk, az iskolai elfoglaltságuk, ezért még az elkövetkezendő hetekben fogunk szemetet szedni, úgy, hogy közben még kapcsolódtunk a Szeretett Híd református egyháznak a akciójához, vagy megmozdulásához, ahol bármit lehet vállalni, akár időseknek segíteni. Természetesen mi a saját profilunkhoz igazodva a szemétszedéshez kapcsolódtunk, vagyis azt szervezzük meg. Ezért még jövő héten fog szedni a Petőfi téri iskola, az Andrássy iskola, és újra fog szedni a Halmi iskola, mert hogy őnekik megint lesz egy tematikus hetük. Viszont szeretnénk a lakosságot is megmozgatni, ezért május 21-én 9 órakor van az Epresbe a találkozó, és onnan fogunk indulni a külterületekre, valószínű, hogy a reptér mögött, és akkor összekapcsoljuk ezt a Szeretett Híd megmozdulást, aminek a keretében ajándékokkal tudunk kedveskedni, és bekapcsoljuk hozzá a Teszedet, mert akkor így a szemétszedésnek az elszállítását akkor a Teszed biztosítja a számunkra. Közeledik a tanév vége, és ilyenkor a diákok elsődleges feladata leginkább a témazárók írása. Rengeteg feladat és teher hárul rájuk. Viszont, hogyha azon gondolkodnak, hogy az 50 óra közösségi szolgálatukat hogyan teljesítsék majd, akkor mi az, amit tudna ajánlani a hulladékkommandó? Nagyon-nagyon sok iskolában van szerződésünk, ezért most én így fejből nem is tudnám felsorolni, mert igen, csak a 25-30 iskolánál tartunk, úgyhogy várjuk a gyerekeket, figyeljék Facebook oldalunkat, a meghirdetett eseményeket, és akkor vegyenek részt, és természetesen igazolni tudjuk a részvételi időt, akár a kitelepülésen a Mesefeszten is jöhetnek, és bármilyen meghirdetett szemétszedésre, madárodú átvizsgálásra, vagy például júniusra tervezzük az önkormányzat által kihelyezett madárbarát tanösvénynek a felújítását. Ugye ott három tábla került kihelyezésre, ismertető tábla, még 3 évvel ezelőtt, és 3 madáretető, és ezeknek a felújítását tervezzük, az átfestését, úgyhogy aki részt szeretne ezeken venni, vagyis szüksége van az igazolásra, az nyugodtan jöjjön, keressen, írjon üzenetet, vagy a telefont is hívható, meg a Facebook oldalunkon megadott telefon, és akkor tudjuk igazolni, hogy mire az érettségihez kerülnek, vagyis az utolsó évhez, akkor ne akkor kelljen a nagy hajrába még ezzel is foglalkozni a diákoknak. Azt tudjuk, hogy nagyon aktív a hulladékkommandó, de hogy látja, hogy lesz annyi nyári akciójuk, programjuk, hogy aki esetleg a nyári szünetben szeretné mindezt teljesíteni, akkor az megoldhassa? Igen, természetesen, mert hogy szoktunk olyanokat is, mert ugye azért, aki már mondjuk az érettségi felé közeledik, azért 17-18 éves, ugye nagyon sokan elérik a felnőtt kort, akkor olyat is szoktunk beiktatni, hogy ismerősökkel, barátokkal, vagy pedig pont osztálytársakkal, akiknek szüksége van az igazolásra, biciklivel körbejárják a határt, feltérképezik, hogy kerültek illegális hulladék, ezeket lefényképezik, számunkra átadják, és akkor természetesen ugyanúgy tudunk igazolni. Úgyhogy nem csak az eseményeken való részvételért, hanem a munkák segítéséért is jár igazolás, úgyhogy várjuk a diákok jelentkezését.
A felelős gazdiknak számos teendőjük lehet a tavaszi időszakban a házi kedvencükkel kapcsolatban. Ehhez ad néhány praktikus tanácsot dr. Sahintó Tibor állatorvos. Tavasszal nagyon sok minden feladat hárul a gazdikra. Vegyük külön különböző állatfajokat. Először is kezdjük a cicákkal. A cicák ilyenkor megindul a párzási szezon, és rendkívül sok utódot hoznak a cicák létre gyakorlatilag tavasszal. Fölhívnám a gazdik figyelmét, hogy nagyon-nagyon nehéz elpasszolni a kis cicákat, tehát az ivartanítást fontolják meg. Több okból is fontos ivartanítani az állatot, hiszen a kandúrok hatalmas területeket járnak be napközben, éjszaka. Nagyon sok betegséget szednek össze a verekedéssel, más tányérból, más táplálkozás helyen fogyasztanak. Így gyakorlatilag a megbetegedés esélye sokkal magasabb. Akkor a kullancsok garmadát szedi össze, nem beszélve arról, hogy hazaviszik ezeket a kullancsokat otthon, lerázzák magukról, más állatokba is bemehetnek, úgyhogy a külső-belső parazita védelem az nagyon fontos ilyenkor, ráadásul ugye a bolhássággal kapcsolatos allergiák megjelenése szintén a macskáknak a fő baja ilyenkor, nem beszélve a különböző allergiák megjelenésében. Kutyák esetében szintén ugye a szaporodási időszak megkezdődik. Fontos, hogy ebben foglalkozzunk, hiszen a különböző menhelyeken lévő kutyák száma borzasztóan magas. Nagyon nehéz őket ma már gazdikhoz juttatni, úgyhogy nem biztos, hogy nekünk is a gazdátlan állatok számát növelni kellene. Mennyi idős kortól ajánlott az ivartalanítás, akár kutyák, akár macskák esetében? Különböző teóriák vannak ezzel kapcsolatosan, illetve állatorvosi ajánlatok. Ma már elfogadott az, hogy az első tüzelés után ivartalanítsuk ezeket az állatokat. Kicsit korábban kezdtünk neki ezeknek a feladatoknak, de ma már több tanulmány azt igazolta, hogy az ivaréléskor elérése után célszerű ezeket megtenni. Az állatoknál, főleg kutyáknál is az allergiás megbetegedések tavasszal rendkívül magasak, különböző pollenallergiák jelentkeznek, de táplálkozással összefüggő allergiák is megjelennek, viszont ezeket nem könnyű elkülöníteni a külső-belső paraziták által okozott különböző vakarózások és bőrgyulladásoktól, így hát ezekre nagyon fontos odafigyelni. A kullancsról nem kell sokat beszélni, hiszen már évek óta ismerjük ezt a problémát, nagyon súlyos megbetegedés tudnak okozni. Megjelent ugye, és ezt is már évek óta hangsúlyozom, a szívférgesség elleni küzdelemre kell fókuszálnunk, hiszen a szúnyogok által terjedt szinte mediterrán megbetegedés a hőmérséklet emelkedésével, új szúnyogfajok elszaporodásával, ez is jelentős gondot okoz. Nagyon alattomosan kialakuló fertőzésről van szó, és mindenféleképpen gondot kell fordítanunk rá, egyrészt a felfedezés, a szűrés, másrészt pedig a nagyon könnyű védekezés megoldásával. Mégis, hogyha kullancsot találunk kutyában, macskában, akkor nyilván minden egyes kullancsal nem lehet állatorvoshoz rohanni. Hogyha otthon a gazdi eltávolította ezt, milyen esetben gyanakodjon mégis arra, hogy esetleg valamilyen bajt, betegséget okozott? Rögtön megváltozik az általános állapot az állatnak, hiszen általában egy magas lázzal indul ez a megbetegedés, a vizelet színének megváltozásával, de nagyon gyakran alattomos módon nem patognomisztikus tünetek megjelenés fedezzük föl. Minden esetre azt tapasztaljuk, hogy egy kicsit megváltozott vagy fura az általános állapot az állatnak, akkor mi gyorsan ki tudjuk deríteni a bajt, akár vérvizsgálattal, és meg tudjuk kezdeni a kezelését az állatnak. Mi van abban az esetben, ugye említette azt, hogy a macskák kóborlása ilyenkor intenzívebb, ugyanakkor nagyon sok személyautó van, illetve gépjármű van az utakon, hogyha valaki esetleg egy elütött állatot talál, amelyik még életben van, akkor ilyenkor az ember mi az, amit tehet? Hát ugye a legfontosabb az, hogy az ilyen sérült beteg vagy betegnek látszó állatot felelőtlenül ne közelítse, hiszen ha fájdalmat érez az állat, akkor súlyos marási, harapási sérüléseket tud okozni az állatnak. Ma már nagyon sok állatvédő egyesület van, aki fölkarolja ezeket az ismeretlen eredetű, vagy gazdátlan, vagy
hirtelen ugye ismeretlen származású állatokat, amelyeket az út mellett találnak. Én azt javaslom, hogyha mi magunk állatorvoshoz akarunk vele fordulni, és vállaljuk ennek az ódiumát, akkor általában ne úgy közelítsük meg, hogy rögtön megfogjuk a grabancát és berakjuk az autóba, hanem esetleg egy lepedőt rakjunk alá, azt szépen csúsztassuk alá, és akkor úgy emeljük fel az állatot, hogy az esetleges fájdalmakat elkerülhetjük, és utána majd az állatorvos kivizsgálja az okot és a lehetőséget elmondja. Nagyon fontos az is, hogyha általában azért a macskák veszettségoltására nem fordítanak olyan gondot, bár ezt mindig ismétlem, hogy nagyon fontos azokat is beoltani, de ha az ilyen marás esetén súlyos állategészségi és human egészségügyi konzekvenciái is vannak a dolognak, ráadásul a macska harapása, karmolással jelentős veszélyeket rejt magában, nagyon súlyos megbetegedéseket tud okozni, a gennyes tájok és a vérmérgezéseket is említsük ide. Tehát tulajdonképpen ilyenkor állatvédő egyesületeket kell értesíteni, ugye, szintén a csip jelentőségét tudnám itt hangsúlyozni, hogy a macskákat is csippezzük be, hiszen így bekerül az adatbázisunkba, és ugyanúgy, mint a kutyáknál, ki tudjuk deríteni a gazdának a hollétét, és akkor így a további gondozását meg tudjuk oldani. Nyilván akkor a csipek adatait is frissíteni kell, amennyiben változás történt. Természetesen ugyanúgy, mint a személyigazolványunk vagy a telefonunk változását be kellene elvileg jelenteni. Ezeket is nagyon fontos, hiszen különben ezeket az adatbázisokat máshonnan nem tudjuk ugye frissíteni. Általában mi elég körültekintően járunk el, és azért kikérdezzük a gazdit, hogy esetleg változott-e, de ami neki természetes, nekünk nem. Úgyhogy az ő felelőssége ezeket bizony frissíteni, hiszen van, amikor elköltöznek, megváltozik minden, és akkor nem találunk a nyomára. Úgyhogy frissítsük ezeket az adatbázisokat. Szeptember 24-én és 25-én lesz a 20. Vecsési Káposztafest. A Williams Televízió egy kis filmet készített arról, miként zajlott az elmúlt két évtizedben városunk legnagyobb közösségi eseménye. A szervezők az idei, őszi rendezvényre is mindenkit szeretettel várnak. Vecsés-Pest megyében található az állandó lakosság száma közel 22 ezer fő. Településünk 2018-ban ünnepelte első okleveles említésének 700. évfordulóját. 2001-ben várossá nyilvánították, 2013-tól pedig járásközpont lett. Vecsés büszkeségeit, nevezetességeit hosszan lehetne sorolni. Budapest határában a repülőtér közelsége miatt a főváros előszobájának is nevezik. Sokak által ismertek Bálint Ágnes írónő mese figurái. Leghíresebb védjegyünk azonban a savanyú káposzta. A Vecsési Káposztafest ötlete 20 évvel ezelőttre nyúlik vissza. A rendezvény helyszíne a 400-as út mellett az Epres. Bár az évek folyamán a Jókai utcai tájház és a Bálint Ágnes emlékház is bekapcsolódott az eseménybe. A két évtizedes emlékeket Szlahó Csaba polgármester idézi fel. Akkor az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság elnöke voltam, és benne voltam ebben a szervezésben én is. Alakult egy szervezőbizottság, aminek az volt a feladata a várossáválás kapcsán, hogy dolgozzuk ki, hogy miként és hogyan ünnepeljük meg ezt a nagyszerű hírt, ezt a nagyszerű tényt, hogy Vecsés város lett. Akkor az a koncepció született, hogy minden városrész ünnepeljen, és az első pillanattól, hogy megszületett a Káposzta Fest ötlete, azt tudtuk, hogy ebből bizony egy országos hírű rendezvényt lehet majd kihozni. Akkor még nyilván nem tudtuk, hogy mennyire lesz ez sikeres, de ezt szerettük volna, ezt a koncepciót, mint például a Bajai Halászlé Főző Fesztivál, vagy a Békés Csabai Kolbász Fesztivál, hallottuk már ezeket. Hát láttuk, hogy ettől azért még nagyon messze vagyunk, de nagyon lelkesen álltunk a szervezéshez. És végül is a Káposzta Fesztivál első alkalommal az Epresben egy sátor, egy sörcsap, és azt hiszem, hogy a valamelyik nyugdíjas klub káposzta főzésével, töltött káposzta készítésével telt. A gyerekek, az iskolás gyerekek felléptek, és így indítottuk el ezt a programot. Az első Káposztafest előestéjén a Német Egyházi Kórus tagjai 43 tepsirétest készítettek, ami másnap percek alatt elfogyott. A nyugdíjas klubok tagjai töltött káposztát és székelykáposztát főztek. Minden tál ízletes ételre hamar akadt kóstoló, és a 700 adag is kevésnek bizonyult. Nekem mindig nagyon ízlett a vecsési káposzta, és ezen a vecsési festen is nagyon ízlik. Kérlek szépen, én már délelőtt kijöttem ide 12-kor megkérdezni, hogy hány órára lesz kész, hogy nehogy elkéssek jól.
A gyerekek vetélkedőjére is bőven akadt jelentkező. Volt tök fuvarozás, káposztapakolás, káposztataposás és más egyéb hagyományőrző játékos feladat. Már az első káposztafesten meghirdették a savanyúság versenyt, amely azóta is nagy népszerűségnek örvend. Szeretnénk hagyományt teremteni, hogyha ez beválik, akkor hát rendszeresen szeretnénk megrendezni a káposzták versenyét. Pillanatnyilag három kategóriában történt ez, a savanyú káposzta, az ecetes uborka és a csalamádé kategóriában. 19 versenyző vett részt a versenyben, hát reméljük, hogy sikerrel, a zsűri most dolgozik. Az első helyezetnek itt is egy bécsi utat próbálunk juttatni, a második helyezetnek egy gyulai utat, a harmadik helyezetnek egy vecsési Magyarországon egy kirándulást próbálunk jutalomgyanánt átadni. A 2001-es Káposztafest az első mérföldkő volt a rendezvény történetében. A programkínálat évről évre változott, és a hagyományos elemek mellett újabbnál újabb ötletekkel bővült. Maga a rendezvény a kezdeti döcögő lépések után egyre nagyobb léptékű lett, és egyre nagyobb lendületet vett. Bevontuk az intézményeket is, és ennek az egyik jó példája, hogy nem csak a színpadon léptek fel a kórusok, énekkarok és tánccsoportok, hanem rávettük az iskolát, óvodát, óvodákat, iskolákat, hogy vonuljanak fel a rendezvény előtt. Tudjuk, ma már ez egy teljesen megszokott történet, és nagy kihívás az összes iskolának, óvodának és minden civil szervezetnek, aki részt akar ebbe venni, hogy beöltözön és felvonuljunk. Ez egy nagy látványosság, most már megszokott látványosság, de nyilván a kezdeti lépések nem ilyenek voltak, akkor sokkal kevesebben vonultak fel, és sokkal nehezebben ment, de aztán ahogy az idő eltelt, ez a szervezés gyakorlatilag már rutinszerűvé vált. Nagyon nehéz dolog, főleg azoknak, akik ebben részt vesznek, főleg a csoportoknak, az óvodásoknak, iskolásoknak mindig új-új jelmezt kitalálni, de mindig nagyszerű ötletekkel szoktak előállni. És ez azt gondolom, hogy nagyon színesíti ezt a rendezvényt, ez egy nagyon jó megnyitó, egy nyitó lépés, és hát ugye előtte a mise, amelyet összekötöttünk a terményáldással, mert végül is ez a település valahol egy mezőgazdasági kis település volt, egy falu, ahol földművesek telepedtek be és telepedtek le, és több száz éven keresztül itt élték az életüket, itt termelték mindazokat, amik a megélhetéshez szükségesek voltak, illetve innen indult el a vecsési káposzta a hódító útjára, amelyet ma már az egész ország ismer. Ahogy múltak az évek, egyre többen vettek részt a rendezvényen. 2007-ben újdonságként jelent meg a Káposztakupa és a felvonulás. A Káposztafest a falu eseményeként indult Vecsés várossá nyilvánításának évében, de a felvonulás lehetőség nyújtott arra, hogy bekapcsolódjon az eseménybe a többi település rész is. Ahogy egyre nagyobb lett a forgatag és egyre többen látogattak ki a Káposztafesztiválon, mi is szerettünk volna valami nagy látványossággal előrukkolni, és a vecsési barátok köre azt találta ki, hogy városi összefogással egyébként, önkormányzati segítséggel és nagyon sok önkéntes munkával egy hatalmas adag káposztát készítünk, székelykáposztát, Guinness rekordot szerettünk volna felállítani. Fölvettük egyébként a londoni központtal is a kapcsolatot, azonban ők annyi pénzt kértek azért, hogy ide jöjjenek meg, hogy minősítsék, hogy végül a maga minősítés az lemaradt, de attól függetlenül mi megfőztünk több ezer adag káposztát. Eleinte a cél, én úgy emlékszem, de már 15 év távlatából ez nehéz, hogy 5000 adagot kellett volna készítenünk, de aztán 6500 jött ki belőle, 200 forintjával árultuk, így is nagyon sok százezer forint összejött a bevételt, 10 standon gyűjtötték össze, 10 ilyen kiadóhely volt, és ezt felajánlottuk a tájház javára. De 80 ember dolgozott teljes létszámba, 3 napon keresztül, az üstöt Debrecenből vagy Nyíregyházáról hozattuk, 2 méter átmérő, 1 méter magas üst, rengeteg káposzta fér bele, de 3 óra alatt elfogyott az egész. Tehát végül is nagyon sikeres rendezvény, kellett hozzá a szép idő, a sok ember, de nagy hírverése volt, és azt gondolom, hogy kicsit összefogta azt az egész csapatot, azt a közösséget, aki ezért dolgozott. 3 napig keresztül kell, nagyon keményen dolgoztunk, és nem csak én, hanem itt szeretném megköszönni mindenkinek azt az áldozatkész munkát, akik 80-an dolgoztak éjjel-nappal, tehát nagyon keveset aludtunk a 3 nap alatt, nagyon sok feladat volt, összetett feladatok voltak, és
és gratulálok nekik. A 2006-os Vecsési Káposztafest fővédnöke, Habsburg Ottó fia, Habsburg György volt, aki nem titkolta, hogy hatalmas meglepetés érte, amikor meglátta a rendezvény forgatagát. Mint fogalmazott, méltán lett népszerű ez az esemény. Hát amikor most itt érkeztem, és hát láttam ezeket a tömeg, kocsik, emberek, sátrok, mindent, hát már nekem gyanús volt, hogy ez egy ilyen nagyobbik rendezvény, és hát amikor utána a polgármestertől hallottam, hogy ezt most már 6. év, természetesen az idő is segít ebben, de én gondolom, hogy ez egy szép esemény, ahol egy kicsit mindent összejön. A hagyomány, most is a Guinness Record, hát az emberek próbálnak megmutatni, hát mit lehetne itt ezen a környéken kapni, és hát nem kéne elfelejteni, hogy itt nagyon sok németek is voltak, aki a káposztával foglalkozták, és hát ez szintén mondjuk ez a kisebbségnek megvan egy lehetőség, hogy ebben is segítenek, hogy ez a nap olyan sikeres lesz. A 9. káposztafest statisztikája a következő volt. Közel 30 ezer látogató, 80 főzőcsapat, 15 ezer eladott adag étel és 40 felvonuló csoport egyetlen nap alatt. Aztán eljött 2010 szeptembere, és a rendezvény időtartama is megduplázódott. Egy naposról két napos lett. Ahogy akkor úttörőként kezdtük a 13 csapattal, ami most már 76 csapat lett, úgy úttörő megmozdulás volt az a szervezők részéről, hogy megosztják a két napot. Ami azt jelentette, hogy főzőverseny szombaton is lesz és vasárnap is lesz, és nagyon ügyesen ketté osztották az ételeket, úgy mint első nap leves, tésztaféle és sütemény, második nap pedig a főételekre. 10 évet kellett várnunk, hogy két napos legyen a rendezvény. Előtte mindig vasárnap volt a főnap, már szombat este azért meg az előkészületek alatt azért már sokszor beragadt a társaság egy jelentős része, és már az előünneplést azért megtartották, az előfőzést, de a vasárnap volt sokáig a főnap. Egyébként ez meg is maradt, de ma már két napos a rendezvény, szombat-vasárnap tart, tehát így már pénteken elő kell készülnünk, hogy a szombati napon nyitni lehessen. Kétnapos rendezvények innentől kezdve nagyon sikeresen zajlottak. Nagyon sokan jönnek már a szombati napon is, és azóta is több tízezer ember látogat ki a két nap alatt a városunknak. A rendezvény egyik fő programja a főzőverseny. A káposztás ételek sokasságát gyakran hasonlítják Gombóc Artúr ismert monológiához, melyben felsorolja, hányféle csokoládét szeret. A káposztás finomságok is igen változatosak, és a főzőcsapatok minden évben fantáziadús ötletekkel állnak elő. 10 féle ételt készítettünk, ezekből felsorolok egy-kettőt, ami káposztás kolbász, káposztás fasírt, vivajhúsból készült töltött káposzta, mangalicás nyári káposzta, illetve készült házi kenyérbe sütött gyöngytyúk káposztával megtöltve, és házi kolbásszal szintén megtöltve a házi kenyér, amit kemencébe kisütöttünk. A Káposztafest nem csak Vecsés fontos közösségi eseménye, de túlnyúl a város és az ország határain is. Testvérvárosaink képviselői és a szomszédos települések polgármesterei is gyakran elfogadják meghívásunkat. Milyen instrukciókat kapott az üllő maradott rokonoktól, milyen káposztás finomságokat vigyen haza? Hát természetesen mindannyian szeretjük a káposztás dolgokat, hát valami specialitást fogok kinézni. Igazán közvetlen nem kaptam erre instrukciót, de meg szeretném lepni őket. És szerintem, aki itt éhen marad, vagy nem érzi jól magát, annak nagyon komoly baja lehet, hiszen itt mindenki megtalálja akár egy kis káposztás pogácsát, lángost, vagy a káposztás ételeknek a garmadáját, ha el akarja fogyasztani, akkor itt megteheti. Én azt gondolom, hogy mindenhol híre van, monori csoportok is lépnek föl, a monori strázsák, akik nagyon színvonalasan táncolnak, és én örülök neki, hogy itt is megmutatják a tudásukat. Természetesen a környékben mindenhol ismert már ez a fesztivál. Milyen ételt teszteled? Húsos káposztát. Összesen 440 adag ételt osztunk itt ki ma délután. Hát a délapotti programokon én kezdettől fogva részt vettem, hát kezdődött a szentmisével, ami nagyon szép volt, és a falusi templomot gyönyörűen feldíszítették a terményekkel, a virágokkal. Azután történt ugye a termény áldás a templom előtt, és maga a menet szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon szépek voltak a felvonulók, és az idő is kedvezett ehhez. Ő még nem evett, nem ivott, miért? Na hát, most olyan sok vendég érkezett, hál' Istennek, és azért mindenkit fogadni kellett, mindenkivel pár szót kellett beszélni. Most ültem le egy kicsit, és hát majd most így figyelgetem, hogy kinek melyik ízlet,
Én lehet, hogy 2-3 ételt is meg fog kóstolni. Több étel közül is lehetett a mi sátrunkban választani. Először is, amit én azt gondolom, hogy ez mindig egy hegyi specialitásunk, ez a káposztás babos csülök, amit idén is szerintem nagyon finomra sikerült, és nagyon jó ízű lett. Illetve lehet még választani, nálunk van töltött káposzta, székelykáposzta, lucskos káposzta, illetve toros káposzta, ahol a disznónak szinte az összes alkatrésze, a szabad így fogalmaznom, benne van. Úgyhogy én azt gondolom, idén is mindenféle ilyen kulináris élvezetnek a halmazát hozhattuk el ebbe a sátorba. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a megelégedésére, és nagyon bízom benne. A rendezvény főszereplője minden esetben maga a káposzta. Számos program kapcsolódik hozzá. Volt már többek között káposztapucoló, káposztapakoló, káposztaemelő és legnagyobb káposztaverseny. A legtöbb ilyen megmérettetés nem csak a résztvevőket, de a nézőket is vonza. A hagyományőrző művészeti csoportok mellett számos népszerű hazai előadó is fellépett már Vecsésen. A 11. káposztafeszten, amíg az akkori sztár vendég, az Irigy Hónajmirigy tagjai végigkóstolták a káposztás ételeket, a színpadon a Lumpen Klumpen társcsoport szórakoztatta a közönséget. A zenei sokszínűség jegyében, míg az egyik színpadon a popparódiákat hallgatta a közönség, a másikon a Vecséser Naktigálen kórus lépett fel. Az esti koncertek mindig különleges hangulatúak a rendezvényen. A sztárvendégek általában jóval a fellépés előtt érkeznek, hogy megkóstolhassák a híres vecsési káposztás ételeket. A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Agrármarketing Centrum 2011-ben pályázatot írt ki a hagyományok, ízek, régiók az úgynevezett hírvédjegy használati jogának elnyerésére. A hírvédjegy célja a tájjellegű mezőgazdasági termékek ismertségének növelése. A vecsési savanyítók baráti köre elhatározta, hogy az önkormányzat támogatásával beadja pályázatát a sztender savanyú káposzta előállítására. A pályázati anyag valamennyi szempontnak megfelelt, így 2012. augusztus 25-én a vecsési savanyítók átvehették a hírvédjegy használatára jogosító dokumentumot. A legjobb ételek receptjeit gyakran misztikum övezi, és valamilyen titkos összetevőt sejtett. Egy jó savanyúságot sem olyan könnyű elkészíteni. A káposzták valamikor régen úgy készültek, hogy mindenféle birsalmától, borstól, babérlevéltől kezdve szinte mindenfélét beleraktak. Na most a piacon általában az a helyzet, hogy aki nem szereti a babérlevelt, az olyat kapott, aki a borsot nem szereti, az megint olyat kapott. Ezért most általában a trend arra mozdult el, hogy már csak sóval savanyítják a káposztát, és mindenki külön teszi hozzá az ízlésének megfelelő fűszert, hogy így készül a káposzta. A többi savanyúság azok meg a végtelen határok között mozog, például egy vegyes vágottnak, abban minden belekerülhet, mindenféle savanyúság az állhat alapvető helyzetben háromféle részből, de akár lehet 20-25 féle alkótaeleme is egy vegyes vágottnak. A legnagyobb káposztaversenyre mennyire van rálátása, mennyire nőnek Vecsésen évről évre egyre nagyobbra a káposzták? Az idén dacára nek a nagy szárazságnak sikerült nagyon nagy káposztát találni, úgyhogy ha jól tudom, akkor a győztes az több mint 12 kilós káposzta lesz, ami már bizony egy hatalmas nagy fej. A káposztafesztek egyik kiemelt célja a sváb hagyományok őrzése. Ez a rendezvényen minden évben nem csak látványos, hanem rendkívül ízletes formában is megjelenik. Törekszünk arra, hogy az étkezési kultúrát mutassunk egy kicsit magunkból az ideérkező vendégeknek, mi az, hogy sváb konyha, ezért is készítjük a krumplisfleknit, ezt sokan nem is tudták eddig, hogy mi, és tőlünk tudták meg, ismerték meg ezt a fajta, hogy mondj, desszertet, mert ez inkább desszert talán, bár leves után is adták sokszor. Tehát egyrészt a konyha hagyományait, másrészt igyekszünk a táncos hagyományokat is őrizni. Én magam is táncolok a Lumpen Klumpen tánccsoportban, ami már jövőre 15 éves lesz, és ebben is örvendetesen felfutott a létszám az utóbbi időben. Nagyon sokan vagyunk már, és itt a sváb táncokat próbáljuk megőrizni. A rendezvény állandó programjai közé tartozik a nemzetiségi ruha bemutató. Van, aki kifejezetten erre az alkalomra készíteti el az öltözékét. Köszönöm a biztató tapsot a fellépők nevébe is. Anita Annett néni.
A vecsési savanyúságkészítők közül sokan árusítanak is a káposztafeszten. A vásárlóktól kapott visszajelzések igen pozitívak. És hogy minden évben nagyobb a sikerünk, úgy érzem, de nem csak nekünk, mert az egész káposztafesznek, így mindig évről évre úgy készülünk, hogy legalább olyan jó legyen, mint tavaly, és akkor elégedettek leszünk, és ez mindig így is van. A rendezvényen a gasztronómia, zene és tánc mellett különböző kiállítások és betekintést nyújtanak Vecsés történelmébe. Miközben a lakosság közös, közösségi története minden év szeptemberében egy új fejezettel bővül. Ami nekem a fesztet különösen kedvessé és úgy közel hozza hozzám, az az, hogyha az ember látja a Ferenc tagokat, meg a barátaikat dolgozni egy ilyen feszten, akkor én úgy gondolom, hogy ez egy igen nagy élmény. Tehát ha azt a generációt látom, akinek a legnagyobb része akár a gyerekem lehetne, és hogy ők tényleg péntek, szombat, vasárnap, hónap el kell pakolni, tehát hogyha ők ezt így grátis végzik, ez a mai világban úgy gondolom, hogy tiszteletre méltó. A káposztafesztek forgatagában szinte nincs olyan helyi lakos, aki így vagy úgy nem vett volna részt egy korábbi rendezvényen. És vannak olyanok is, akiknek ez az esemény több, mint egy hangulatos gasztrofesztivál. 13 éven keresztül szerveztem a káposztafesztet. Az első káposztafeszt az nagyon egyszerűen zajlott még le, csak egy nagy sátor volt felállítva, és a nyugdíjas klub segített a főzésben. Hát azóta, hogyha így körülnézünk, nagyon nagy változás történt. Minden évben egyre több főző jelentkezett, egyre többen jöttek kézművesek hozzánk, és úgy néz ki, hogy egy igazi országos fesztivállá alakult. Én úgy gondolom, hogy én 13 év alatt mindent megtettem azért, hogy minden sikeres legyen. Hát remélem, hogy ezt a következő évek is ugyanígy fognak zajlani. A változás mindig valami újat hoz. A változás mindig valami mást hoz. Én azt gondolom, hogy káposzta nélkül nincs, és nem is akarjuk, hogy legyen, mert hogy az a, mondjuk az, hogy show, azt a káposzta viszi el, mi csak a körítést adjuk hozzá. A tejfölt. 2017-et írtunk, amikor a káposztafesztre érkezők már az Epres bejáratánál megálltak, hogy fotót készítsenek a Hello Vecsés táblánál, és a rendezvény minden évben megújuló két szalmabábújával. A minőség és tradíció jegyében szervezett eseményen kiemelt hangsúlyt kap a sváb hagyományőrzés. A Rozmarány Tánccsoport előadásában az érdeklődők 2017-ben megtekinthették a rétesevést. A nagy sikerre való tekintettel a tánccsoport az ezt követő két évben is újabb hagyományokat elevenített fel. Számos településről érkeznek művészeti csoportok a szervezők meghívására. A színpadon, a sátrakban és a sétányon egyaránt a muzsika hangja szól. Műsort igyekeztünk nagyon vegyessé tenni, könnyen emészthetővé tenni, és magyarországi németség muzikalitását megmutatva a kis duóktól kezdve egy citera énekduón keresztül a nagy fúvós zenekarig szinte mindent sikerült felvonultatni most. Népszerű kezdeményezés volt 2018-tól az úgynevezett nyitott savanyító, ahol az érdeklődők a helyi termelők segítségével tekinthették meg, miként készülnek a savanyúságok. Mi vecsésiek szeretjük a káposztafesztet, de sok vendégünknek is megérintette a szívét. Legyen az neves író, filmrendező, a gyergyószárhegyi testvérvárosunk polgármestere, egy nagypapa az unokájával, vagy egy vadakat terelő juhász. Fantasztikus ételek érkeztek ide, de a mai nap az egy sokkal hosszabb történet volt. Nézzük, itt körbe sétálunk, akkor három generáció van jelen, és nem egy ilyen őrületes, klasszikus fesztiváli hangulat van, hanem egy nagyon nagy családi együttlét. Én nagyon sokat jártam itt Vecsésen, többször is, több alkalommal is, már voltam itt főzni is. Régebben, még nem voltam akkor polgármester, de akkor jártam ide, és akkor főztem is, meg néptáncoltam is itt a színpadon valamikor.
úgyhogy nagyon kedves nekem ez a hely. Tudom, hogy milyen sok munkával készítik elő ezt a fesztivált, és ennek az eredményét mindjárt meg fogunk tekinteni, körbe fogok járni. Miután a unokám 6 éves, ebben a korban a gyereket szemmel is legeltetni kell. Lásson, tapasztaljon, nézzen szét. Egyébként szeretjük a káposztát. Hát én személy szerint a káposztát szeretem, töltött káposzta a legjobb étek a magyar embernek. Az elmúlt 19 évben számos prominens vendég tette tiszteletét a rendezvényen. A közös étkezőasztal mellett, vagy éppen a szépen feldíszített sátra között sétálva, ilyenkor a gasztronómiái és a jó beszélgetéseké a főszerep. Mivel a Káposzta Fesztivál egyik fontos célja, hogy megismertessük magunkat az ország világgal, igyekeztünk híres személyiségeket ide hívni, és bizony Habsburg György, Áder János, Nagy István miniszter úr mind-mind itt jártak, és nagyon sok országgyűlési képviselő, nagyon sok politikus, államtitkár, rendőrkapitány, országos főkapitány, megyei kapitány, tehát nagyon sok olyan személy volt, aki kíváncsi volt erre a rendezvényre, akikkel egyébként munkakapcsolatban vagyunk, vagy egyáltalán valamilyen támogatást kaptunk, vagy szerettük volna őket meghívni és megmutatni magunkat. Legbüszkébbek arra az alkalomra vagyunk, amikor Áder János elfogadta a meghívást, a köztársasági elnök úr jól érezte magát, sőt, vasárnapi nap érkezett délelőtt, végigjártuk a Káposztafesztivált, bementünk egy-két főzőcsapathoz, egy-két egyesülethez, és külön öröm volt számunkra, hogy rettentően ízlett neki az ottani töltött káposzta. A Kulturverein csapata, amit főzött, abból be is kellett küldenünk a köztársasági elnöki hivatalba, úgyhogy ez külön büszkeség volt számunkra. És a látogatás egyébként pedig a falusi templomban a misével zárult, és utána távozott a köztársasági elnök úr, de büszkék voltunk arra, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével, és nagy öröm volt együtt végsétálni a Káposzta Fesztivál. Áder János köztársasági elnök a Szent Kereszt templom előtt a misét követően egy képzeletbeli időutazásra hívta a jelenlévőket. Elmesélte, hogy elődeink hogyan viszonyultak a káposztához és a káposztás ételekhez. Arany János feleséget töltött káposztájával invitálta barátját, régen látott barátját, Petőfi Sándor szalontai otthonában. Mikszár Kálmán pedig az ételek királyának hívta a töltött káposztát. Jókai Mon magyar ízlés tükröző szakáskönyvének első helyén a töltött káposzta szerepel, de megtaláljuk még a szakáskönyvben kolozsvári levélen sült káposzta, az erdélyi lucskos káposzta és a hajdú káposzta receptjét is. Átadom a jobb. A köztársasági elnöktől azt is megtudhattuk, hogy népies szóhasználattal miként írták le az egyik legkedveltebb káposztás étel meghatározását. A tréfás elnevezése a töltött káposztának így szólt. Rizssel elegy, disznó tetem vagdalván, bennékű káposztalevél gyüremlégi ételvény. Na próbálják valaki utána mondani. Csak ahogy így volt. A Káposzta Fest a legtöbb vendég számára egy különleges gasztrokaland, sokszínű kulturális kikapcsolódás vagy egy jó hangulatú hétvégi esemény. 2020-ban volt esedékes a 20. vecsési Káposzta Fest megrendezése, azonban, mint oly sok más esemény, ennek megvalósítását is meghiúsította a koronavírus járvány. A sok tervezés és a hosszas előkészítő munka ellenére a Káposzta Fest szervezőbizottsága 2021-ben is halasztásra kényszerült. Talán kevesen látják, hogy óriási munka, óriási szervező munka előzi meg a rendezvényt, tehát a Káposzta Fesztivált. Ma már gyakorlatilag azt tudom mondani, amikor vége van egy Káposzta Fesztiválnak, megkezdődik a következőnek a szervezése, tehát gyakorlatilag majdnem egy éves feladat. A fellépők szervezése, a főzőcsapatok rendezése, a színpadok organizálása, tehát nagyon sok rétű a feladat. És nagyon sokan dolgoznak azért, hogy egy-egy fesztivál jól sikerüljön. Ezért is különösen bosszantó, amikor a sok munkát aztán utána nem tudjuk megmutatni, és ennek az eredményét nem élvezhetjük, mert sajnos ugye a járványhelyzet miatt a 20. Káposzta Fesztivált tavaly, 2020-ban nem tudtuk megtartani. Jelen járványhelyzetben nem tudjuk pontosan, hogy a 20. Káposzta Fesztivált megtarthatjuk-e vagy sem, de bármikor is kerüljön erre sor. Szeretettel várjuk Önöket, remélem, hogy jól fogják magukat érezni.
Május 14-én ismét megrendezték Vecsésen a lótifutit. Idén is számos gyermek és felnőtt mérettette meg magát a város hangulatos utcai futóversenyén. A rendezvényt a hagyományokhoz híven Szlahó Csaba polgármester nyitotta meg. Hát nagy örömmel szervezik mindig a kollégáim, és én is nagy örömmel jövök ezt megnyitni, ezt a rendezvényt, hiszen itt a pályán találkozik az egészség és a sport, és ez mindannyiunk számára fontos, az egész városvezetés számára, és minden résztvevő számára. Külön öröm, hogy ennyi gyerek is van, ennyi család kijön, és hát én mindig szoktam gratulálni a felnőtt versenyzőknek, akik még mindig futnak, és sportos életet élnek. Nem könnyű ezt a távot teljesíteni. Egyébként a város összefog ilyenkor, nagyon sok támogatónk van, de nyilván hát az önkormányzat az, aki a főszponzor, a kollégák a protokoll osztályról, illetve a többi irodából besegítenek, és nagyon sok nagy a választék, sok mindent lehet még a futás mellett csinálni. Tehát szabadidős tevékenységet, ingyenes szolgáltatások vannak, ezeket igénybe lehet venni. Remélem, hogy mindenki megtalálja azt, ami a szívéhez a legközelebb áll. És hát a város is igyekszik ezt a profilt erősíteni, hogy a közparkokkal, a játszóterekkel, a sportpályákkal, a fitness eszközökkel, a szabadtéri eszközökkel minél jobban népszerűsíteni tudjuk a sport. És természetesen az egészségügyi beruházásokkal pedig az egészségvédelme, meg a megelőzés a legfontosabb üzenet. Nem véletlenül feküdtünk rá arra a városi szinten, hogy tanúszoda épüljön, kézilabda munkacsarnok épüljön, és ebbe az irányba szeretnénk az energiaforrásokat alokálni, hogy minél több lehetőség legyen itt helyben a vecsésieknek, a vecsési családoknak, a generációknak sportolni és mozogni. Az elmúlt két évben a koronavírus járvány miatt muszáj volt elhalasztani, sőt, nem lehetett megtartani a lótifutit. Talán nem titok, hogy most is a lótifutit lóhalálában kellett megszervezni, hiszen az utolsó pillanatig várták, hogy milyen rendelkezések lesznek. Viszont, ha jól tudom, a helikopter ezúttal önnek köszönhető majd. Hát igazából nem sok időnk volt, mert nem tudtuk, hogy most milyen újabb rendelkezések jönnek, főleg amikor két hónappal ezelőtt újra elindult a világjárvány, és látszott, hogy egy új változat jelent meg, akkor még nem tudtuk, hogy milyen intézkedésekre lehet számítani, de aztán úgy döntöttünk ezelőtt egy hónappal, hogy nem várunk tovább, most már megszervezzük, reméljük, hogy meg is tudjuk tartani, úgyhogy így is lett. A helikopter a képviselő testületnek köszönhető, hiszen az anyagi támogatást a testület szavazza meg mindig, de valóban most egy magáncéget kértünk fel, béreltünk fel, hogy jöjjön és vigye el a gyerekeket, vigye egy kis városnézésre, mert a rendőrségi helikopterrel most már nem nagyon tudtunk számolni, ott mindenféle bürokratikus akadályokba ütköztünk, és egyébként pedig kétszer annyiba is került volna, mint kiderült, mint ez a gép, úgyhogy nagy örömmel tapasztaltuk, hogy meg lehet ezt oldani máshogyan is. Úgyhogy 4 órától jön a helikopter, addig egy statikus bemutatót is fog tartani a felszállás előtt, és utána viszi a gyerekeket, majd remélem, hogy minél többet el tud, és az időjárás is engedi. De a helikopter mellett azért a közösség összetartó ereje, az összetartozás érzés és az együttöltött idő szerintem ez az egyik legfontosabb. Nyilván, hogyha vannak jó programok, vannak olyan kihívások, ami érdekli a gyerekeket, akár a földön, akár a levegőben, akkor sokan fognak jönni. Úgyhogy én örülök, hogy az óvodások, iskolások ilyen nagy számban vannak, erre rászervezünk mindig az intézményekben, és természetesen a családoknak örülünk a legjobban, hogyha eljönnek, közös programot tudunk csinálni, azért itt jól érezheti magát mindenki. És még egyszer elmondom, itt a pályán az egészség és a sport találkozik, úgyhogy szerintem jobb helyen nem is lehetünk. Köszönöm figyelmüket! Önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának május 20-ai adását látták. Friss hírekkel, információkkal egy hét múlva, pénteken este 6 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!